Sziasztok, Oli vagyok, és hát itt egy újabb videó, Star Wars Galaxy of Heroes kezdőknek sorozatból. És most akkor arról legyen szó, hogy mit csináljunk, hogyha Finalizert szeretnénk szerezni. Nekem már megvan teljesen, de azért akkor ettől függetlenül ezt a bónusz küldetést ezt meg lehet csinálni, és akkor az ember kap pár sárdot. Ha nézzünk bele akkor, hogy mit kell csinálni. Először is, ugye föl kell nyomni a Hux-nak ezt a Finalizer hajóját, miután az ember megszerezi, ugye, kidobja a gép 4 csillagon, ugye, és föl kell húzni legalább 5 csillagra, hogy a Kylo-nak a főküldetését megcsinálja az ember. Tehát mindenképpen föl kell nyomni magát a hajót 85-ösre, és a Hux-ot az minél magasabbra. Tehát ez nagyon fontos, minél jobb a puliót, annál jobb a hajó. Tehát ez az első dolog. A másik pedig, hogy amit én szoktam itt használni, most épp rosszul rakta be, ez a felállás. Tehát ugye az első 3 hajó az a Hunt, a Houndtooth, ugye, akkor a Kylo Rennek a Command Shuttle-je, meg a TIE Silencer. Ez lenne ez a 3 hajó, amivel indulni kell, hogy utána mi lesz, az már egy másik kérdés. És akkor nézzük meg, hogy mi történik. Tehát nyilván ezeket föl kell nyomni a lehető legjobban. Tehát nyilván a hajót is, meg hozzá a pilótát is. Ha ez a 3 hajó megvan, akkor esetleg van az embernek esélye. Tehát amikor én kezdtem ezt az egészet, és 4 csillagos volt a Finalizer, hiába nyomtam föl 85-ösre, meg egekbe a Hux-ot, volt úgy, hogy csak 20-szorra sikerült megcsinálni, mert eléggé véletlenszerű, hogy éppen mennyit seb ez az ember. Hát igen, tehát most remélem meg lesz elsőre, tehát még ez sem 100-as, pedig már maxon vagyok mindennel. Jó, menjünk be akkor a csatába. És akkor itt jön a kedves trükk, már ha bejön egyszer az életbe, hogy az ellenfél nem 3, hanem 4 hajóval kezd. Szóval majdnem mondhatnám, hogy micsoda, de ez tényleg mocsokság. Jó, akkor nézzük, hogy mit kell csinálni. Amit én javaslok, az, hogy ezt a kedves Jedi konzulárnak ezt a hajóját leüsse az ember, mert ezt le lehet ütni a 3 hajóval első körbe, és akkor már csak 3-3 hajó. Tehát minden hajó problémás egyébként, amiben van. Ez nagyon kellemetlen, ugye, mert ezt tud hívni egy segítséget, és akkor ezt nem szoktam szeretni. Na hát nézzük meg, hogy mi történik, akkor próbáljuk tényleg leütni, ez nem volt valami nagy. Szokott ez nagyobbat is sebezni. Jó, na most erre is figyeljünk, hogyha ez a kedves Jedi Anakinnek a hajója, ez ugye mind a 3-at üti ezzel a támadással, és tud olyat csinálni, hogy healing immunity-t tud rátenni például erre a hajóra, a Houndtooth-ra, és akkor azzal meg lehet ölni a Houndtooth-t. Hogyha az meghal, akkor vége az egésznek. Ha rákerül, akkor el kell gondolkodni, hogy újra restart az egész. Jó, mindegy, most folytassuk ezzel, tehát próbáljuk a Jedi konzulár hajóját megölni. Jó, és akkor most jön a trükk, ugye, hogy azért kell ez, hogy ezzel a kis képességgel újra, hogy hívjunk egy hajót, és akkor ez meg szokta ölni a maradék hajót, és akkor én már utána csak autóra adom. Tehát általában ugye leszettem, hát ez gonosz volt, jó van. Hát mindegy, most már autó nem érdekel. Tehát a lényeg, hogy mindegyik hajója, főleg amelyiket behoz, azt tauntol, és baromira idegesítő, ugye. Tehát állandóan az van, hogy na, már megint egy újabb ember, és akkor közben a többi gyógyít. Mindig azt kell támadni, amit behoz.
Hát most szerencsénk volt, mert a Y-Wing az magára húzta megint a dolgot, megint kimondta a tauntot, és akkor vissza tudtam rátenni a kurzort. Egyébként, amit hajót tényleg meg kellene ölni, az a Jedi Anakinnak a hajója, mert hogy az a leggenyobb. Ugye azt tud olyan debuffokat rátenni a hajóinkra, hogy meghal bele. Tehát Markot tenni, akkor Healing Immunity-t, meg ilyen kis kedves dolgokat. Hogyha azt sikerül megölni, akkor gyakorlatilag általában azt mondja az ember, hogy már valószínűleg nyert. Jó, most így erősebb vagyok, és akkor már csak majdnem erősebb vagyok, szóval borzasztó. Tehát azt kell mondjam, hogy azért csinálom ezt a videót, mert ez a harc szerintem az egyik legnehezebb, amit meg kell csinálni a Kylóhoz. És nagyon sokszor meg kell csinálni, ugye az, míg az ember kinyitja az ötös finalizert, addig ugye jó párszor végig kell menni ezen a csatán, hogy mindig vagy 10 sárdot kapjon, és akkor na megint 10 sárd, megint. Szóval borzasztó, nehézkes, és akkor azért csinálom, hogy ti is tudjátok, hogy mit kell csinálni, mert borzasztó, idegesítő, no, inkább azt mondom. Főleg, amíg gyenge a finalizer, és akkor nem tudom, 20-szor is meg kell próbálni, hogy sikerüljön. Tehát ezzel a taktikával lehet, és akkor ezt ajánlom. Nagyjából, na, megkaptuk a 10 sárdot, jó, most már nekünk nem kell, de úgy alapvetően erről szólt a dolog. Jó, azt hiszem ennyi volt a videó mára, és akkor mindenkinek jó játékot.